A Tamási Tambau Atlétikai Klub az egyik legrégebben működő sportszakosztály Tamásiban. Noha az évek alatt a neve többször is változott, mesélte Laca András, az egyesület elnöke. Hát az atlétika klubunk már nagyon régóta megvolt, tulajdonképpen a szövese idejében már működött az atlétika, mint szakosztály, és 1996-ban döntöttük úgy, hogy külön válunk a régitől, és egy önálló klubot hozunk létre. Először egy Omega atlétika klub címszó alatt is néven futott az egyesületünk. Valamikor a 2000-es év elején, ha jól emlékszem, 2002-ben, mikor új pályát kellett készítenünk, mert a régiről el kellett költözni, akkor egy helyi vállalkozó ember segített neki, és vagy nekünk is az ő nevét, vagy pontosabban a cégének a nevét, mint szponzor nevet vettük fel, és onnantól kezdve működünk így, mint a jelenlegi egyesületünk. Nemtől és kortól függetlenül várta a versenyzőket a speciális dobószámok országos bajnoksága Tamásiban, ahol szerenként 4 kísérleti lehetősége volt mindenkinek a legjobb tudása szerint teljesíteni a versenyszámokat. Az LSV VTC-nek az országos bajnoksága 3 számból, ez az egykezes láncos golyóvetés, az tigriszkoszvetés és a harmadik a nyeles labdavetés. Ez mindegyik olyan, ami nem klasszikus és közismert versenyszám. Ezek mind még a régi népi hanyományok alapján kifejlesztett és kialakított versenyszámok, valamint az antidiszkosz az ókori olimpia alapján történik, tehát ugyanúgy egy sokkal nehezebb szerrel, és azzal hajtanak végre dobásokat. Mellette, ha már egyszer verseny és dobóverseny, becsempésztünk 2 klasszikus dobószámot is, a kalapácsvetés meg a sima diszkoszvetést, hogy ezzel egy kicsit ösztönözzük még az idősebbeket és a fiatalabbakat is, hogy még jobban mozgassák magukat, aktivizálják magukat. A hölgyek közül Stefanovics Ágnes Pécsről érkezett, és elmondása szerint szívesen jön a Tamási pályára, ahol mindig jó, még a versenyhangulat is. Gyerekkoromban megfertőződtem, mert velem sokáig kézilabdáztam, és a kézilabda után ez volt az egyetlen, ami úgy kielégítette a mozgásigényemet. Aztán, ahogy az évek teltek, úgy megmaradt az életem részének, és megtaláltam ezt a kis társaságot, meg nagyon jól érzem itt magam Tamásiba, úgyhogy abszolút ideálisak a körülmények ahhoz, hogy minden évben, meg én minden héten jövök ide edzeni, úgyhogy nekem valamilyen szinten ez hazai pálya. Amikor valaki versenyszerűen sportol és szeretne jó eredményeket elérni, elengedhetetlen, hogy sok időt szálljon a felkészülésre, vallja ezt a Budapestről érkezett versenyző Bence Leitner Otto is. Szombathelyi születésű vagyok, úgyhogy ott a Németh Pál Akadémián vagy a Németh Pál Dobóiskolába belecsöppentem, úgyhogy gyökerek innen indulnak. Sportos család vagyunk, feleségem és egy válogatott versenyen ismerkedtem meg, és utána beleszerelmesedtünk ebbe a veterán atlétikába. Jó a hangulat, jó a társaság, jók a versenyek. Hát régen versenyeztem, mivel ez a Covid helyzet mindünket is érintett, de Laca Bandi megkívására természetesen nem tudtam nemet mondani. Az antik diszkosz kivételével minden versenyszámban szeretnék, vagyis már dobtam felében. Az antik diszkosz egy kicsit nehéz, meg nem is tudtam annyit edzeni, úgyhogy elsősorban ez a nyeles kalapácsvetés, vagy láncos kalapácsvetésbe szerettem volna világcsúcsot dobni, de elmaradtam egy méterre. Korcsoportonként és nemenként az első 3 legjobb részesült éremdíjazásban a Tamásiban megrendezett LSV VTC dobószámokban.